Beköszöntött a tavasz, elkezdődtek a városban a felújítási munkálatok, itt vagyunk a 6-os számú választó körzetben, itt van a körzet önkormányzati képviselője, Karcagi Nagy Zoltán is. Képviselő úr, hol vagyunk jelenleg, mi zajlik itt mögöttünk a háttérben? Köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Igen, itt vagyunk a Baross utcán, a 6-os választókerület kellős közepén, mondjam úgy, és hát nagyon nagy örömömre szolgál, hogy elindultak itt a út kátyúzási, útjavítási munkálatok, és ahogy Andrea fogalmazott, hát a tavasz beköszöntött, szerintem ez már nem is tavasz, ez már igazi nyári idő, hát jelenleg is legalább 27 vagy nem is tudom hány fok van, és ami hozzátartozik az egésznek a lényegéhez, hogy ilyen hosszú, nagyon kemény tél, havazás, jég. Az idősebbek azt mondják, hogy 50 éve nem is emlékeznek ilyenre, hát sajnos az utakon is meglátszik ennek a hatása, és hát ezért is nagyon szükséges ez a mostani munkálat. Mit tudhatunk ezekről a munkákról? Meddig fognak tartani a körzetében? Milyen állapotok uralkodnak? Mennyire szükségesek ezek a felújítások? Természetesen azt minden évben el szoktuk mondani, hogy 10-szer ennyi pénz is kevés lenne hozzá, de a önkormányzat nehéz helyzete ellenére amennyit tudunk, fordítunk a kátyúzásra. Nyilván a körzetemet érintően néhány napon keresztül folynak a munkálatok, van mit csinálni, sajnos ezt hozzáteszem, de a legszükségesebb dolgokat el fogják végezni városszerte. Gondolom beszélt már itt a Városgondnokság képviselőivel, lesznek-e forgalomkorlátozások, akadályoztatások, vagy normálisan azért el tudnak majd menni az autók ezek mellett, a kátyúzások mellett? Hát ahogy itt a mellékelt helyzetet is látjuk, egy ilyen tulajdonképpen félsávos lezárással jár, mert ugye a járművek azok a útjavításhoz szükséges járművek bizonyos területet elfoglalnak az útról, de én azt hiszem, hogy a közlekedők nagy odafigyelésével ez a helyzet, ez kiküszöbölhető, tehát megoldható. Köszönöm az interjút. Nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok.